Kostyán Letelka és családja élő példa arra, hogy nem kell tartani a mezőgazdaságban dolgozóknak és abból élőknek a generációváltástól. 2016-ban vették át a családi vállalkozást, és azóta már több mint duplájára növelték a művelhető területeiket. Alapvetően a nagyszüleim kezdtek mezőgazdasággal foglalkozni a rendszerváltozás után. Én teljesen más irányba indultam el a felsőfokú tanulmányaim során, de az élet így hozta, hogy visszatértünk Bátaszékre, és átvettük a családi vállalkozásnak az irányítását. Az elején a nagyszüleim egy nagyon kis szőlőterületen, illetve szántóföldi növénytermesztéssel foglalkoztak. Utána a szőlőtermesztés az abban maradt, akkor voltak olyan évek, amikor ezt nem nehéz volt, illetve nehezen lehetett rentábilisan működtetni. Akkor teljesen áttértünk a szántóföldi növénytermesztésre, és 2016-ban volt a Földet a gazdáknak nevű program, amikor férjemmel sikerült megvásárolnunk egy rossz állapotú szőlőterületet itt Bátaszéken, és azt rekultiváltuk, újra telepítettük, és azóta felfejlesztettük a szülészetünket. Természetesen gyerekként nagyon szerettem a mezőgazdaságot, utána mivel az élet másfelé sodort, nem gondolkodtam ebben, hogy és nem úgy képzeltem el az életemet, hogy mezőgazdasággal fogok foglalkozni, viszont ahogy egyik lépés követte a másikat, megszerettük, illetve a sikerek révén örömmel tölt el minket a mezőgazdasági munka. A gyerekeket is amennyire lehet mindenkit a saját szintjén bevonunk a gazdálkodásba. Én azt gondolom, hogy 7 éves és 6 éves gyerekeknek azért ez nagyon jó munka, hogy be lehet ülni a traktorba és lehet menni egy-egy kört. 2021-ben az év agrárembere fiatal gazda kategóriáját is elnyerte. Az országos elismerést 2014 óta ítélik oda annak, aki a mezőgazdaságban dolgozik, de mellette közéleti munkájával, társadalmi szerepvállalásával is segíti a gazdatársait. Etelkát éppen ezek miatt jelölték a díjra. Nem számítottam rá, hogy megnyerem, ez nagyon nagy megtiszteltetésként ért. Nem elsősorban személyem miatt, hanem én úgy gondolom, hogy ez az egész csapatunk számára egy nagy elismerés. Nálunk a sógorom Schulz Péter, ő viszi teljes egészében a szántóföldi növénytermesztést, illetve a férjem Szilágyi Tibor pedig a szőlészeti kultúrába, a kertészetben tevékenykedik. Én azt gondolom, hogy azért én lettem az év agrárembere fiatal gazda kategóriában, mert a zsűri számára nem csak a vállalkozás sikerei, hanem a társadalmi szerepvállalás is fontos volt a kiválasztás folyamán. Én azt gondolom, hogy igyekszem kivenni a részemet a megye gazda érdekképviseleteiben. Aktív tagja vagyok több szervezetnek. A Tolna megyei ifjú gazdakört én alapítottam, azóta is az elnöke vagyok, valamint alelnöke vagyok a szekszárdi gazdakörnek is. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával együttműködve tájékoztatjuk a gazdákat, illetve közösen több fórumot szerveztünk már, és tervezzük a jövőben is. Ezt vendég Edita, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna megyei elnöke is megerősítette, hozzátéve a térségben mindenki büszke lehet erre a sikerre. Ezt a díjat azok a mezőgazdasági termelők, agrárvállalkozók, élelmiszeriparban dolgozók kapják, akik valamilyen jelentőset tesznek a magyar agrár- és élelmiszeriparért, vagy valamilyen fontos szerepet töltenek be, jelentős az életútjuk, vagy pedig példaként állíthatjuk őket a többi gazdatárs elé, gazdatársadalom elé. Az is fontos viszont, hogy ne csak így saját berkeken belül ismerjük meg egymás sikereit, hanem a szélesebb társadalmi rétegek is megismerjék azt, hogy egy mezőgazdasági termelő milyen munkát végez, milyen teljesítményt ad, vagy pedig milyen társadalmi szerepvállalást vállal. Tehát ez végül is nagyon-nagyon fontos, és ezért tartom én lényegesnek az ilyen presztízsértékű díjakat. 7 kategóriában hirdetik meg minden évben az év agrárembere díjat, és nagyon-nagyon büszkék lehetünk rá, hogy az idei évben a fiatal gazda kategóriában egy bátaszéki gazdálkodó hölgy, Kostyán Etelka lett a kategória győztese.
Etelka egyértelműen tovább folytatja a családi hagyományokat, úgy a gazdálkodás területén, mint a közösségi szerepvállalás területén, mert Etelka az Agrárgazdasági Kamaránk megyei küldöttje, és a fiatal gazdakör elnöke is. És nagyon jól tudjuk, hogy az ő nagyapja is gazdálkodott már, és a gazdaköri mozgalomnak is aktív résztvevője volt. Én azt gondolom, hogy ez a fiatal gazdadíj, ez azért fontos, hogy tényleg a jövő nemzedékének megmutassuk, egy kis példát tudjunk mutatni, hogy mi az, amit ahova lehet fejlődni, vagy mi az azok a lépések, amiket így a generációváltás kapcsán meg kellene tegyünk, hogy tényleg életképes és versenyképes mezőgazdaság maradjunk. A generációváltásra nem csak Magyarországon, hanem egész Európában szükség lenne. Éppen ezért a kamara igyekszik minden lehetőséget megragadni, hogy népszerűsítsék az agráriumot a fiatalok körében is.